Szeretettel köszöntelek én is titeket most így formálisan is a Dharma beszéd elején, és hálásan köszönöm Noéminek a bevezetőjét, és hogy meghaladtad magad és kiültél, ez nagyszerű. Így kell gyakorolni. Mindig csak az újabb feladat, szembenézni, megcsinálni és menni tovább. És nagyon érdekes az, hogy ha belegondoltok, akkor sok mindent tagadhatunk. Sok mindenben kételkedhetünk, hogy van-e értelme az életnek, van-e értelme bármit csinálni, van-e továbbélés a halál után, vagy nincs. Nagyon sok mindent kétségbe lehet vonni. Van-e egy olyan részünk, ami tiszta, térszerű, és nem érinti a karma? Ezt is kétségbe lehet vonni. Nem tudjuk. Lehet olyan gondolatot kihozni, hogy hát ez nincs, ez csak ugyanolyan szentimentális papi hazugság, mint az összes többi. Bármire mondhatod azt, hogy nincs, és könnyű is beleesni egyfajta ilyen nihilista állapotba, hogy minden tagadsz, és akkor nincs kedved kikelni az ágyból. De egy valamit nem lehet tagadni, a szenvedést, meg a fájdalmat. Tehát lehetsz bármilyen nihilista, amikor valami fáj és szenvedsz tőle, azt nem tudod kimagyarázni, hogy ez nincs. Ha veszel egy nagyon-nagyon-nagyon semmit nem csinálni akaró embert, aki azt mondja, hogy semminek nincs értelme. Én befekszek az ágyba, és ott várok. Ha valaki oda megy, és befogja az orrát meg a száját, hogy ne kapjon levegőt, egy idő után rukkapálózni fog, és harcolni az életéért. Mert ott a szenvedés, és ezt ő sem tudja intellektusból tagadni és elkerülni. Ez az a végső realitás, ami nem engedi azt, hogy csak az elménk a maga rideg intellektusával átvegye a hatalmat. És pontosan ezért kezdte Buddha is annó ezzel a tanítását, hogy bármit lehet mondani, de az első pont az, hogy van szenvedés, a szenvedés ténye. Ez azóta az első nemes igazságként ismert a buddhista hagyományba. Mert ha ezzel kezded, bárki ül itt, ebben meg tudunk egyezni, hogy szenvedünk nagyon sokszor az életben. Hogy nagyon sok minden fáj nekünk. Hogy olyan kérdéseket ad nekünk az élet, amivel muszáj foglalkoznunk, mert egyszerűen az arcunkba van nyomva. És ez az a pont, ahol teljesen lényegtelenné válik az, hogy ki milyen vallású, ki milyen pártállású, ki milyen szexuális orientációjú. Mert nagyon sok mindent föl lehet sorolni, amiben különbözünk, és hogyha elég sokáig soroljuk, akkor már is ott vagyunk, hogy egymás nyakának lehet esni, hogy de én nekem ez nem tetszik, az nem tetszik, és nekem van igaza. De amikor oda térünk, hogy szenvedés, kicsit meghallgatsz egy embert, hogy milyen az élete, lehet, hogy nem az első 5 percben, de az első 10 percben már is fog olyat mondani, amitől azt mondod, hogy úristen, kanszembószál. Tehát, hogy ez az a végső realitás, ami elindít minket az úton, és rajta is tart minket az úton. Mindenki élt itt már annyit, hogy Sunim szavajárásával éljek, hogy tudjátok azt, hogy az élet az nem csak játék. Szerencséseknek, vagy hogy veszük, hogy szerencsés, nem szerencsés, lehet az élet elején néhány olyan 10-20-30 év, amikor azt mondjuk, hogy jó, hát ez csak egy játék. De aztán utána beköszönt a realitás. És aztán a kérdés az, hogy mit csinálsz vele. És az, hogy mit csinálsz vele, arra egy nagyon szép válasz például ez a hely. És hogy itt vagyunk, és van egy ilyen szép oltár, énekeltünk egy jót, és jártok ide gyakorolni, hétről hétre. Ehhez nem is kell különösebb teológiai vagy ontológiai magyarázat, hogy miért van ez a hely, és mit csinálunk itt, vagy mit csináltok itt, mint az, hogy hát az élet nehéz. És ahogy Hanvas Béla mondta, a pácban mindenki benne van. És mit csinálunk ezzel a páccal?
Mit csinálunk ezzel a szenvedéssel? Hogyan próbáljuk meghaladni? És ezek a helyek erre vannak, hogy meg tud haladni a szenvedésed. És ez nem jelenti azt, hogy a szenvedés ezzel megszűnik, hanem ez azt jelenti, hogy megtanulsz szenvedni. Megtanulsz jelen lenni és élni az életedet. Mert bármilyen furcsán hangzik is, a legtöbbünknek eléggé közvetett a viszonya a szenvedéshez. Nagyon sokan menekülnek a szenvedéstől. Vagy ilyen belső, mentális menekülésekkel, pótcselekvésekkel, kompenzálásokkal, vagy szerhasználókká válnak, isznak, esznek, drogoznak, nagyon sok munkát csinálnak, sanyargatják a testüket. Megint mások a különféle családi harcokba, játszmákba, gyerekcsinálás, nem gyerekcsinálás módon menekülnek a szenvedés elől, és nem vállalják a szembenézést. És nem vállalják az őszinteséget, és nem vállalják azt a harcot, amit nem kívül másokkal, hanem amit belül kell megvívni. És nyugodtan lehet azt mondani válaszként, amikor valaki kérdezi, hogy hát de itt ilyen furcsa buddhisták, itt ez az ilyen oltár, meg buddha szobor, hát mi csináltok itt olyan furcsa? Jövünk, ülünk és szembenézünk magunkkal. És keressük a létünk legmélyebb szintjét. Mindenféle ideológia nélkül. Mert valójában az, amikor leülsz, abban nincsen se buddha, se isten, se bódhiszatvák, se szentek, se ateisták, se hívők, hanem ülsz. És ahogy szoktuk mondani a hagyományban, hogyha eléred ezt a pontot, és csak hallod az ütést, akkor abban a pillanatban az én tudatom, a ti tudatotok nem különbözik. Tehát abban a pillanatban teljesen egyé válunk a pillanattal. És ez az a pont, amiért olyan sokat gyakorlunk, hogy ez ne csak akkor legyen elérhető a számunkra, amikor ütök a bottal. Tehát ne kelljen mindig bekapcsolni egy dharma beszédet, vagy otthon levenni a polcról egy botot, hogy na, most visszatértem a normál állapotba. Hanem legyen egy olyan feeling belül, egy olyan érzet, mert már gyakoroltál annyit, hogy aha, amikor érzed, hogy lengene ki az inga, na akkor visszatérek ide középre. És akkor megint a külső dolgokból visszáhozom már ezen energiát, és egy szemlélődő üzemmódra kapcsolok. Hogy meg tud emészteni azt, ami a szenvedésedet okozza. És valójában ez a nagy váltás, ez a szemléletmód váltás, ez az, ami jobban képessé tesz arra, hogy profi módon szenvedj. Azaz úgy szenvedj, hogy valójában megvagy. Tisztán jelen ebben a pillanatban, és tudsz másoknak, és tudsz magadnak is segíteni. Elindulsz egy nehéz úton, nem tudod még mi, elmész egy templomba, zen templomba, hetes, havi elvonulások a kjolcséra, és valójában nem is tudod, hogy mi történik, de tisztulsz belül. Rendeződnek a dolgok belül. Egy helyesebb utat jársz a korábbihoz képest. És ahogyan látjátok itt, ez egy nagyon szép példa, ez akár néhány év alatt el tud oda vezetni, hogy létrejön egy szép hely egy városban, van szép oltár, és együtt összejövünk gyakorolni. És van, aki ezt csinálja. És van, aki fölveszi azt az áldozatot, hogy na, én akkor most egy szangát szervezek. És meghívja a szunimot, és ide hív titeket, és összetartja a csoportot. Már néhány éves gyakorlásból jöhet az, hogy már nem csak magamra fókuszálok, hanem beviszek ebbe másokat is ebbe a térbe, és együtt haladunk az úton. És akkor elkezd valami olyan kiépülni, anélkül, hogy tudnátok, amiről a Buddha is beszélt,
Az elején kezdtem az első nemes igazsággal, most átugrunk a negyedikre, hogy adott egy receptet Buddha, hogy hogyan lehet helyesen élni. Ez ugye a nemes nyolcrétű ösvény. Biztos mindenki hallott már róla, nem biztos, hogy föl tudjátok sorolni, de nem is kell, mert az a lényeg, hogy csináljátok. És hogyha ide jöttök gyakorolni, akkor ez meg lesz, hiszen az utolsó három belőle az a gyakorlat, hogy helyes tudatosság, helyes fókuszáltság, koncentráció és helyes erőfeszítés. Ez a gyakorlatnak a három alappillére, hogy erőfeszítést teszel, mindig eljössz gyakorolni, és csinálod akkor is, hogyha nehéz. Bármi is van, akkor is megpróbálod fókuszálni a figyelmedet egy pontba, hogy legyen benne energia. És tudatos vagy. Ezért ülünk, hogy tudatosak legyünk, hogy ne szórakozzunk, hanem egyé váljunk. És akkor, ha ez megvan, akkor megvan az öt másik ösvény is, ami a helyes látás, a helyes gondolkodás, a helyes beszéd, a helyes cselekvés. És aztán ebből következik a helyes életvitel. És az egésznek az omegája, alfája és omegája az a helyes látás. Hogy tisztán látsz, tisztán hallasz, tisztán érzel. És nagyon fontos, hogy nem úgy van, hogy akkor jaj, a cselekedetek szintén mit kell változtatni, mit kell a beszéd szintjén, mit kell a gondolkodás szintjén. Az se rossz, ott is lehet mit javítani, de a kulcskérdés az, hogy gyakorolsz-e, és helyesen látsz-e. Mert hogyha ez megvan, akkor a gondolataid is, a beszédet is, a cselekvésed is, és az egész életviteled olyan lesz, hogy nem kell rajta gondolkodj, hogy helyese vagy nem, mert a helyes tudatosságból automatikusan megjelennek a helyzethez megfelelő gondolatok, a helyzethez megfelelő beszéd és cselekvés. És végső soron ez az út, hogy nem kell arra várjál egy idő után, hogy valaki okos megmondja, hogy hogyan éled az életedet. Mert valójában nincsen olyan okos ember, aki a te életedet meg tudja oldani. Mert az a te életed. Legfeljebb olyan van, hogy ki ezt tanult, ki azt tanult, ki ebben tapasztalt valamit, ki abban, és tök jó kikérni egymás tanácsát. Ahogy akár egy szangán belül is. Egy szanga azért jó, mert itt vagytok egymásnak, és tudtok jelenléttel, vagy szavakkal, vagy cselekedettekkel segíteni egymásnak. És akkor így mindenki önállóan, felnőttként, de mégis együtt halad az úton. És nem csodát vártok, nem külső segítséget vártok, hanem belül építitek azt a belső tudatosságot, ami mindenkiben benne van. Tehát Buddha természete, Bodhidharma Buddha természete, Huineng Buddha természete, Chongan Sunim Buddha természete nem különbözik a miénkétől. A karmán különbözik. Kinek ilyen karmája van, kinek olyan karmája van, és aztán ki hogyan látja be, úgy használja. De az alap lényeg, hogy a felébredés képessége megvan mindenkiben, ez egy nagyon fontos tény. És senki sem alábbvalóbb vagy fölébbvalóbb a másiknál ilyen szempontból. Úgyhogy legyetek tisztában ezzel a méltósággal is, ami mindenkiben ott van. Ez egy rang, hogy mi képesek vagyunk a felébredésre, és csak ez a kis apróság maradt, hogy ezért nap mint nap tennünk kell, hogy azt a nyolcrétű helyes ösvényt járni tudjuk. Akár itt 60-ban, akár Budapesten, akár a Zen templomban, vagy bárhol, ahol a világban le lehet ülni, gyakorolni, és jelen lenni, és szemlélődni, és ezzel segíteni minden lényt. Most viszont, hogyha én segíthetek nektek azzal, hogy ha van kérdésetek, akkor arra válaszolok, akkor nagyon szívesen válaszolok ezekre a kérdésekre. Üdvözöllek itt 60-ban. Én már nagyon vártalak egyébként. Négy éve gyakorlok
és így a meditáció során nekem nem volt semmilyen elvárásom, a buddhizmussal kapcsolatban sem volt semmilyen elvárásom, viszont egy hónapja olyan rossz érzés fogott el, hogy minden, amit csinálok, az egy dologra vezethető vissza, vagy azt érzem, és ez a pénz. Nagyon, nagyon azt vettem észre, hogy minden, amit csinálok, az a pénzhez köthető, és így felfedeztem magamban, hogy nagyon erősen függök a pénztől. És ez egy hónapja olyan szinten felidegesít minden nap, hogy most nagyon rossz. Uh-huh. Hogy most szenvedek, komolyan. Uh-huh. És mi a kérdésed? Hát, hogy mit lehet ezzel tenni? Nagyon jó a kérdés. És a pénz az egy érdekes dolog. Mert pontosan olyan feltételekhez kötött és teremtett dolog, mint a saját egoitásunk. A saját ez a mindent magának akaró dualisztikus elme tevékenység, amivel élünk, és ami a szenvedést is legyártja nekünk. Ugyanez az elme teremt egy konstrukciót, ami valójában nincs, mert papírfecnik vannak, meg virtuális számok egy számítógépen, de mégis mi ennek értéket adunk. És akkor vagy szenvedünk tőle, vagy örülünk neki. De valójában ez egy olyan közmegegyezésen alapuló dolog a pénz, hogy valahogyan meg kell azt oldani, hogy az értéket egymás között közvetíteni tudjuk, hogy a társadalom működhessen. Tehát ha ilyen szempontból nézzük, a pénz nem alapjába véve rossz, hanem egy értéket képvisel azért, mert értéket adunk neki, és ezzel a személy közti kapcsolatot szabályozzuk, hogy kapok én meg tőled valamit, amit te előállítasz, nem az, hogy ellopom tőled, hanem adok neked valamennyi pénzt, és akkor kaptál valamit azért, hogy dolgoztál, meg én is kaptam valamit. Tehát ilyen szempontból tök jó, hogy ez van. Káosz lenne, ha nem lenne. Azt érdemes látni az első pontban, hogy a pénz nem jó és nem rossz. Ez az első pont. Második pont, hogy jó mélyen megnézni, hogy az én viszonyom mi a pénzhez. Tehát amit mondtál, hogy zavar, ez tök jó, az első pont, és ezt a gyakorlat tudatosságával jó közelengedni magadhoz. Tehát, hogy lehántani róla azt, hogy hú, most ragaszkodom a pénzhez, és most ezért nem szeretem magam, mert önzőnek gondolom magam, vagy megkötöttnek, vagy stb. Hanem, hogy tényleg úgy őszintén ránézni, hogy mit érzel olyankor? Mi a viszonyod a pénzhez? Miért zavar, hogyha zavar? Miért akarod, hogyha akarod? Igen. Arra jöttem rá, hogy hatalmat tud adni. Uh-huh. És engem ez idegesített föl nagyon, hogy ha sok van, akkor el tudok élni dolgokat, amiket uh-huh. amúgy nem tiszteletet tudok kapni, stb. Uh-huh. Hogyha pedig kevés van, akkor pedig kevesebb a tisztelet. És ugye, de valójában biztosan ez nem igaz, de hogy ezen teljesen... Hát teljesen tönkrementem most ezen. Hogy az jó. Hogy például az orvosnál, hogyha nekem van egy nagyobb összegem, akkor jobb gyógyulás reményében, vagy jobb gyógyulásra számíthatok például. És hogy akinek meg nincs annak, mert ő kevésbé. És ugye ezt abszolút függ a pénz mennyiségétől. És ez a felismerés, ez egy hónapja nagyon kikészít. Uh-huh. Nagyon jó. Haladj tovább ezen az úton egyébként. Tehát, hogy ezt engedd magadhoz közel, és az azért lesz jó, hogyha közel engeded magadhoz, mert utána én is tudok ajánlani neked egy kicsit nagyobb összegű zen kurzust, amit nem szoktunk meghirdetni mindenkinek, és ott biztos, hogy megkapod a megvilágosodást. Jó, de ezt remélem a többiek nem hallották. Jó, persze csak vicceltem, de vannak ilyen tanítók, tehát ez só, hogyne. Ez alatt a ruha alatt, vagy hasonló ruhák alatt általában még sokkal virulensebb pénz
sóvárság szokott lenni, tisztelt a kivételnek, azért van olyan is. Szóval ezzel rámutatni, hogy amit mondtál, ez egy alapvető emberi vágy, ugye ez a buddhizmus is felsorolja, hogy a pénz iránti vágy, és pontosan emiatt, mert hatalmat meg figyelmet tudunk vásárolni, szerezni vele, és itt meg ott érdemes tovább menni, hogy azt nézd meg magadba, hogy miért akarod a figyelmet, a hatalmat, a különleges elbánást, ez mit simogat meg belül. És ez egy hosszú út, de hogyha rendezed ezeket a kérdéseket magadban, és erre a zen azt az utat kínálja, hogy ülj le, és térj vissza a gondolkodás elé. És szerez nagyon mély tapasztalatot arról, amiről a bevezetőben is beszéltem, ez a gondolkodás előtti pont, ami már nem elérhető gondolatokkal. Ez az, ahol te kapcsolódsz az egész világegyetemhez. Tehát ezek a spirituális hagyományok olyan módon közelítik meg az életet, hogy egy utat kínálnak, amelyben te egy belső értékre lelsz rá. Ez mondjuk keresztény hagyományokban lehet, hogy úgy van megemlítve, hogy egy Isten kapcsolat, vagy az Istennel való egység, jelenlét, stb. A zen nem mond ki ilyen dolgokat, hanem egyszerűen az, hogy térj vissza ide a tiszta tudatba. De ennek van értéke. És a felébredésnek része az is, hogy ezt az értéket megtalálod magadban. Ami nem egy olyan érték, hogy akkor utána kimész az utcára, és azt mondod, hogy na, én már fölébredtem, látjátok, milyen fasz a gyerek vagyok? Hanem általában ez egy olyan belső érték, hogy utána már a kényszer szépen lassan eltűnik, hogy te különb akarjál lenni másoknál. És ez hosszú út. Például nekem ez nem annyira a pénz volt, de szoktam erről beszélni ilyen körökben, hogy hát én nekem például a figyelem. Szeretem a figyelmet. És így valahogy úgy is alakult az életem, hogy kaptam is, mert tanári pályára egyetemen kerültem, és ott egyszer csak be kellett menni az előadóba, ahol 100 vagy 300 ember ott van. És aztán rájöttem, hogy egyrészt erről álmodtam is, másrészt meg marhára élvezem, hogyha úgy van. És azt elkezdett zavarni, mert ez is erről szól, hogy hát akkor én valaki vagyok, hogy akkor engem figyelnek, és akkor hú, de jó. És onnan tudod, hogy nem kezeled jól, hogy például, hogy amikor nincs meg ez a figyelem, például az én esetemben, hogy mondjuk hazamegyek az előadásról, és akkor nem tudom, 2-3 napig nem találkozok senkivel, vagy csak a családtagjaimmal, akkor vaj, nem kapom meg a figyelmet, és az meg rossz. Ugyanez a pénznél lehet, hogyha van pénzed, hú, de jó, mert akkor ki tud fizetni, meg az orvos is foglalkozik veled, meg a zentanító is foglalkozik veled, meg mindenki. Amikor meg nem, akkor meg rád se néznek. Mert akkor nem vagy senki. Na most, és akkor az rosszat. Rossz érzés. Ez azt jelenti, hogy ha ilyen hullámzásban vagy, hogy nem találtad meg még belül azt a belső erőforrást, ami ettől megvéd. Ezt a gyakorlással el lehet érni, az a jó hírem. Csak hosszú út, hogy megemészteni ezeket a vágyakat, és elérni abba az állapotba, hogy ha tartasz előadást, tök jó, ha nem tartasz előadást, az is jó. Ha van pénzed, tök jó, ha nincs pénzed, az is jó. Mert nem kell az figyelem, megkapom úgy is, amit szeretnék. Vagy nincsenek olyan nagy igényeim akkor éppen. És ami még a mindkettőhöz és minden karmához, így a pénzhez is tartozik, hogy aztán pedig, amikor ezt a lépést megtetted, hogy a viszonyodat rendezted vele, akkor meg az a kérdés, hogy oké, itt van a pénz, mire használom? Csak magamra költöm, magamért, az önző céljaimért, vagy csinálok vele valami jót? Családomnak, de akár egy közösségnek is. És akkor tud nagyon jó lenni a pénz. Akkor van baj a pénzzel, hogyha megreked valahogy, hogy gyűjtöm, mint a kis gömböc. Ugye látunk ilyeneket, ez sajnos így a
kis szükeny pátriánkban ugye ez egy működő dolog, hogy gyűjtöm-gyűjtöm a pénzt, és mindenkit levámolok, és akkor ülök rajta, mint a Dagobert bácsi, nem tudom, hogy ki látta közületek a Dagobert bácsit, aki beúrott ott a pénzes széfjébe, és ott úszott a pénzbe. Akkor teljesen haszontalan a pénz. De hogyha megvan és használom mint energiát, akkor jó. És akkor nincsen vele gond, hogy van. Mert akkor használod. Csak ez a nagy kérdés, hogy belül tudod-e ezt rendezni. És itt az út, ezek a kérdések, amiket föltettél, hogy ezt engedd meg magadnak, hogy zavarjon továbbra is. Most mondtam valamit, de nyugodtan, ezek csak ilyen támpontok, hagyd, hogy zavarjon továbbra is ez a kérdés. És érleld ki magadban azt, hogy mi van ezelőtt, mi ez? És ebben hol van az az érték, ami meghaladja a pénzt? És akkor jól fogod tudni használni azt, ami van. Köszönöm. Nagyon szívesen. Kihasználom. Nagyon jó. Lehetőséget. Én azt szeretném megtudni, hogy honnan tudom, hogy melyik karmát kell elengednem. Honnan tudom, hogy mi az, amit tovább kell, hogy vigyek, és mi az, amit el kell, hogy engedjek ahhoz, hogy tovább tudjak menni. Nagyon jó. Az első pont az, hogy ne gondolkodj róla. Ne rágódj rajta. Úgy is vannak gondolataink, és szeretnénk nyilván jobbakká válni, mint amilyenek vagyunk. Ez egy alapemberi igény az, hogy mindig teljesebbek legyünk. Ezt már nagyon sok mindenki kimutatta, úgyhogy ebbe tartozik az is, hogy karmákat szeretnénk letenni, meg súlyokat szeretnénk itt-ott-amott hagyni, hogy ne lehúzzanak vissza minket. Az első kérdés az, hogy legyél tisztán a pillanatban. Ez a legfontosabb pont. Valójában az is egy gondolati teremtés, hogy van karmám, és akkor azt el kell engedni. Hogyha itt vagy, akkor valójában nincs karma. Tehát nincs is mit elengedni. Ez a szívszutrának a bölcsessége. Hogyha visszatérsz a gondolkodás elé, akkor nincs szenvedés, nincs a megszüntetésnek útja, nincsen félelem, csak a tiszta pillanat van. Ahogyan a karma is eltűnik, hogy van egy szertartásban, egy nagyon szép sorunk az egyik szertartásban, hogy a karma úgy ellobban, mint a száraz avar ősszel, amit meggyújtanak. Tehát, hogyha kellő ideig megtartod ezt a pontot, akkor ez magától rendeződik. Egyébként meg általában eléggé egyértelmű, hogy ha mersz látni, hogy most éppen mivel van dolgod. Ami nagyon zavar, ami nagyon nyugtalanít, amiről úgy érzed, hogy most ez nincs már a javamra, hogy ilyen vagyok, hogy ilyeneket mondok, hogy ezt csinálom, azt csinálom. És akkor, ha azonosítottad, hogy mi az, ami zavar, akkor neki lehet állni annak az útnak, hogy ezt leted. Mondjuk olyan példát mondok, hogy egy egyszerűbb legyen, hogy mondjuk valaki szeret sokat enni este, mert mondjuk feszült, és oda megy mindig, kinyitja a hűtőt, és akkor beeszi a csokikat. Hát erre is nagyon rá lehet függeni. És ráadásul, amiket csinálunk, az általában szokássá válik, elég sokáig csinálsz valamit, akkor szokássá válik, és akkor már automatikusan csinálod, mert a fejedben az idegpályák is úgy alakulnak, meg a hormonok úgy mozognak, hogy rászoksz, és már automatikusan csinálod. És akkor eljön ez a pont, hogy akkor azt mondom, hogy na de hát, milyen ez itt már ez a hasonló, hogy mindig eszek. És akkor utána még mindig nagyon nehéz ezt, hogy ne menj oda a hűtőhöz. De ekkor van az, hogy na, mennék a hűtőhöz, akkor inkább leborulok 108-at.
Vagy mennék a hűtőhöz, eléneklem a surangama mantrát. Tehát, hogy találj olyan módokat, és a gyakorlás ad egy csomó ilyet, hogy akkor, amikor jön az inger, hogy na, most csinálnám azt, amit már nem szeretnék, és ezt nyugodtan bővítsd ki bármire, tehát nem muszáj a hűtős példánál maradni, ez akármi lehet, egy kellemetlen tulajdonság, vagy stb. Stb. Amikor látod, hogy jönne az inger, akkor tér vissza valami nagyon egyszerű gyakorláshoz. Kezdj el mondani egy mantrát, borulj le, menj el sétálni. És hogyha jól űzöd a gyakorlatot, akkor van annyi szabadságod belül, hogy ezt meg tud tenni. Az, aki nem gyakorol, az nagyon hamar elbukik. Mert jön az inger, és nem tud vele mit csinálni. Ha kellően tiszta vagy a pillanatban, akkor legalább annyi szabadságod van, hogy azt tudod mondani, hogy jó, de most nem megyek oda a hűtőhöz, hanem inkább gyakorlok. És akkor utána kellő ideig ki kell tudni tartani. Egészen addig ki kell tudni tartani, amíg belül a hormonok, az idegpályák változnak egy kicsit. És itt mindig az is még fontos, hogy amiről lemondasz, amit elengedsz, a helyet legyen valami más. Valami olyan, aminek az irányvétele olyan, ami felé szeretnél menni. Tehát, hogyha mondjuk visszatérve a példára, kigondolja valaki, hogy én most szeretnék izmosabb testet és egészségesebb testet, de egyébként minden éjszaka zabálom az orosz krémtortákat a hűtőből, hát akkor ez így nem jó, mert nem arra megyek, amerre szeretnék menni, úgyhogy akkor azt mondom, hogy jó, akkor jön az orosz krémtorta ötlete, nem? Suri suri, maha suri suri, szabaha, elkezdem az éneklés, és akkor megyek valami olyan felé, hogy aha, akkor most inkább kimegyek sétálni. Vagy elmegyek edzőterembe. És akkor valamire lecseréltem azt a jót, ami az orosz krémtortában ott van. Minden szokásnak, minden karmának van valami jó oldala is, ami miatt csináljuk. Hogyha ezt a váltást meg tudod tenni, miután megvan, hogy mit szeretnél letenni, akkor ez működni fog. És akkor visszatérek a válaszom elejére, hogy annyi csak benne még a trükk, hogy nem szabad ráfeszülni. És akkor szépen lassan egyszer csak úgy kezd föl, hogy ja, nem is akartam az orosz krémtortát. És bemész egy cukrászdába, ott az orosz krémtorta, és most inkább gesztenye szívet fogok enni. Köszönöm. Nagyon szívesen. Köszönöm a lehetőséget. Azt szeretném megkérdezni, hogy a gyakorlás alatt a környezetemben volt olyan szerettem, aki bajban volt, és én felajánlottam a gyakorlásomat, hogy ez helyes-e? Helyes-e? Hogy tudok még másképp segíteni? Igen, neki? Nagyon. Tehát amikor valaki bajban van, és te gyakorló vagy, akkor az első lépés az, hogy tudok-e ténylegesen valamit segíteni neki cselekvésben, venni neki valamit, vagy hozni neki gyógyszert, vagy bármi. Ez az első dolog. De aztán van az a pont, amikor azt mondod, hogy jó, hát így nem, vagy már megtettem mindent, és akkor mivel segíthetnék, és ez is jó, hogy bármilyen gyakorlatot felajánlasz, vagy például szoktuk a Kwanseambo-szál mantrát kifejezetten mondani bajba jutott családtagokért, ismerősökért, vagy bárkiért, aki felé valami ilyen kapcsolatot érzel. És akkor ez úgy hat, hogy ezt az együttérzés mantrát énekled, ugye Kwanseambo-szál, az együttérzés bodhiszattvája, és te magadban a mantra által ezt a fajta rezgésszámot, ezt a fajta tudatállapotot megvalósítod. És a kapcsolat által, ami a másik emberhez köt, akiért ezt énekled, ez a kapcsolat nem csak olyan, hogy kézzel meg tudjuk fogni egymást, hanem gondolatban mindenhogyan össze vagyunk kapcsolva, mint ahogy mindenkivel, csak vannak, akik fókuszáltabbak, mert jobban ismerjük őket. És akkor ezen a láthatatlan kapcson keresztül hat ez is, ez a tudati minőség. És ez nagyon sokat tud segíteni, nem feltétlenül látszatos dolgokba, hogy akkor most énekeltem kétszer Kwanseambo-szált, és minden vak lát, és minden béna sétál.
de belső rendeződésben nagyon sok minden változhat. És nagyon érdekes az, amikor gyakorolsz, és van egy olyan tapasztalatod, hogy mondjuk egy családtagod, vagy egy munkatársad, bárki, akivel nehéz volt a viszonyod. De te gyakoroltál, és akár érte is gyakoroltál. Ez már megtörtént. Változik. Igen. Valami változik azért, mert te változol. Uh-huh. És nagyon érdekes az, hogy minden személyközi viszonyban ott van ez, hogy amilyen az én tudatállapotom, a másik úgy kapcsolódik hozzám. Ez egy ilyen alaptétel. És még csak nem is annyira misztikus, mert hogyha idegesen megyek be valahova, akkor ott mindenki ideges lesz. Hogyha leordítom a boltost, hogy miért, minden sokkal rosszabb lesz. Ha meg egy nehéz helyzetben is meg tudom őrizni azt, hogy együttérző vagyok, amit nagyon nehéz, odaforduló, észreveszem, hogy az a másik is egy ember, egész más dolgok tudnak kijönni belőle. És ebben tud ez nagyon kulcsfontosságú lenni, hogy ott tud ez a kvanszembószáli minőség lenni benned. Uh-huh. És ez ott van, ez önmagába gyógyít. És ez van ez a hasonlat, amit ugye énekeltünk Indráról is többek között ma a hosszú mantrába, és van ez a nagyon régi, szerintem minden hagyományban ott levő kép, hogy Indra hálója. Hogy ez egy allegória arra, hogy minden mindennel össze van kötve a világba. Olyan formán is, amit mondjuk úgy racionálisan nem feltétlenül látunk, de egyáltalán nem vagyunk egymásról leválasztva, hanem nagyon is összekapcsolódunk. És akkor ez a kép, hogy Indra hálója, az Indra hálójában minden mindennel összefügg. És ha ezt a hálót elképzeled, akkor a hálónak a kis csomó pontjai az mondjuk egy-egy ember, és úgy egy nagy hálót kiadunk, mindahányan vagyunk. És hogyha megfogsz a hálóban egy ilyen csomót, és elkezded emelni, akkor emelkedik körülötte mindenki, nyilván azok a legjobban, akik a legközelebb vannak. Úgyhogy körülbelül ilyen hatás az, amikor te gyakorolsz, és akár ezt a gyakorlatot más ember felé közvetíted. Nagyon jó tud lenni. Úgyhogy igen, csinál csak. Igen, és most már azt tapasztaltam, hogy a körülöttem lévők is elkezdtek meditálni, és gyakorolni, és még nem is tudnak erről az egészről semmit. Csak azt látják, hogy én csinálom. Uh-huh. És tényleg azt mondják el, hogy végtelen csend van és nyugalom azóta, mióta ezt csinálják. Úgyhogy nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy példát mutathatok nekik. Uh-huh. Ezáltal. Nagyon jó. Ki is fogunk nevezni zen hittérítőnek. És elküldünk még olyan városokba, ahol nincsen elég zen gyakorló, és csak leülsz és csinálod. Nagyon jó egyébként ez, amit elmondtál. Volt egy zenmester, aki egy japán zenmester híres, aki elment azt hiszem Párizsba, de lényegtelen egy nyugat-európai városba, még régebben, amikor így a zen csak így kezdődött, még alig tudtak valamit róla. És ő nem volt nagyon a szavak embere, úgyhogy nem volt rengeteg YouTube videó és újságcikk és stb. Viszont marha nagyon jó kis centere volt, és csinálta a gyakorlatot, és annyi történt, hogy valahol egy terembe bement, amit nem tudom, odaadtak neki, mert volt egy-két segítője, és akkor ő oda leült, tantien fókusz, és gyakorolt. És akkor az történt, hogy sokáig gyakoroltott egyedül, aztán csak valahogy egy-egy ember benézett, hogy és megérezték ezt a nagyon komoly gyakorlói energiát. És akkor először csak ketten ültek vele, aztán öten, aztán tizen, úgyhogy semmit nem mondott, mert csak japánul tudott. És lett belőle egy viszonylag nagy iskola itt Franciaországban, azt hiszem Soto zeniskola, aminek ő lett aztán ott a tanítója, úgy, mint Szungszán zenmester Amerikában a koreai zennek. De hogy ez a csoda benne, hogy onnan indult az egész, hogy ő tényleg csak ült. És nem mondott semmit, csak azt érezték, akik bejönnek, hogy fú, hát ez barha jó ennek a jelenlétében lenni, és ő nekik is jól ment a gyakorlat. És így
lettek a zen gyakorlók tapasztalati alapon. Úgyhogy ez nagyon jó, ha meg tudod csinálni. És egyébként ez, ha megfordítom ezt az érmét, ez olyan is, hogy sajnos vagy nem sajnos, látszik is az, hogyha valaki csak beszél a gyakorlatról, vagy csinálja is. És itt még csak nem is arról van szó, hogy most ki hány órát ül, mert nem ezen múlik. Van, aki 500 millió órát ül, és semmi nem változik benne, mert elfolytásra használja a gyakorlatot. Van, aki lehet, hogy nem ül olyan sokat formálisan, de belül nagyon komolyan veszi a gyakorlatot, és változik. És akkor ez láthatóan, ha figyelmes vagy, bejön a térbe. Például azzal, hogy mennyi energiád van. Hogy nem olyan vagy, mint mondjuk a budapesti metrón az emberek, hogy felszállsz, és mindenki, mintha kivégzésre menne, hanem akkor is a metrón is lehet látni egy-két embert, akik tök jól van. Lehet, hogy valamit gyakorolnak. Tehát, hogy ez az, hogy a gyakorlás megteszi azt, hogy nem lesznek a vegyértékeid olyan sok helyre lekötve. Nem leszel annyira széttöredezett, és ettől már is sokkal jobban, sokkal cselekvőképesebben vagy. És ez nagyon-nagyon-nagyon tud hatni, hogy így bevilágítod a saját állapotoddal a többieknek is az életét. Úgyhogy ez az egyik olyan része a gyakorlatnak, hogy nem csak magunkért csináljuk, hanem másokért is. És már azzal segítesz, hogy ott vagy. Szeretnék még egy másik kérdést. Nagyon, nyugodtan. Hogyan lehet fejleszteni az önmagunk iránti érzett együttérzést? Uh-huh. Az nekem egy kicsit nehezebb megy. Igen, ez sokaknak nehéz. Sokaknak nehéz, és pláne az, hogy őszinte legyen ez az együttérzés. Mert még egyébként nagyon egoista embereknél is, aki mondjuk narcisztikus, akiről azt gondoljuk, hogy fú, ő aztán szereti magát, valójában ez egy erőltetett belső fölpumpálás, és ő is marha bizonytalan belül. Valahol ott kezdődik ez, hogy vállalom az érzelmeimet, hogy megmerem látni az érzelmeimet, és átélem őket. Tehát, hogy az érzelmi őszinteség azért nagyon fontos, és fontosabb, mint az intellektuális, mert az érzelmeink azok nem hazudnak. Gondolni sok mindent gondolhatunk, de általában az érzelmeink azok sokkal primerebbek, és sokkal inkább elvezetnek ahhoz, akik mi vagyunk. Mert az érzelmeink azok nem állnak akaratlagos irányítás alatt. Tehát, hogyha mondjuk én szembe jön valaki és az utcán, és megüt, akkor természetszerűleg haragudni fogok rá, és mérges leszek. Csak ha ismerem magam, akkor tudok ezzel a haraggal, ezzel a méreggel mit kezdeni, és lehet, hogy nem ütök egyből vissza, hanem hívom a rendőröket, vagy valami. Tehát, hogy ezért mondom azt, hogy nem akaratlagos, mert az is, hogyha valaki bejön és nem szimpatikus, azzal se tudok mit kezdeni. Látom, hogy nem szimpatikus, oké, de hogy tudom ennek ellenére a viszonyunkat jól csinálni? Úgyhogy ezért szoktunk félni az érzelmeinktől, ezért mondtam ezt, nem kell félni tőlük. És pláne nem kell félni azoktól, amit nehezen élünk meg, a negatív érzelmek. Harag, szorongás, irigység, félelem, sóvárgás, vágyak, mindenféle beletartozik ebbe. Kell egy olyan nagyon mély őszinteség, ahol ezeket vállalom. Mert ezeket sokan nem vállalják, és akkor van a játszmázás. És lehet látni azt is, hogy aki érzelmileg hiteles, az úgy ott van. Az úgy olyan ember, akinél nem kell félned, hogy hú, most benyomok rajta valami gombot. Aki nagyon sok gombot be lehet nyomni, és egyből robban, ő általában nagyon nem meri a saját érzelmeit megélni, meglátni. Úgyhogy én ezt látom a magunk felé gyakorolt együttérzésnek, és adott esetben a szeretetnek a kulcsának, hogy ezen a nehéz fokokon menjünk át, hogy meglássam, merjem meglátni magamból a legcsúnyább részeket is.
És hogyha ez megvan, megszenvedtem, átengedtem magamon, akkor megkönnyebbülök. És akkor lesz önbecsülésem. Mert nagyon sok mindenki nem rendelkezik megfelelő önbecsüléssel, és itt is nagyon fontos, hogy az önbecsülést ne tévesszük össze a önelégültséggel, vagy az ilyen öntöménezéssel. Az önbecsülés az egyszerűen egy normális viszony magam felé. Tehát, hogy normálisan viszonyulok magamhoz. Olyan sok emberrel találkozok, aki utálja magát. És hallod, ahogy mondja, kívülről ezt könnyen jól lehet hallani, bárnál jobban figyelsz, hogy rengetegen gyűlölik magukat. És egyszerűen azt érzik, hogy valamit mindenképpen tenni kell, mert különben nem vagyok szerethető. És kívülről meg akarnak felelni sok mindenkinek, és akkor ebből általában katasztrófa lesz. Tehát, hogy itt elkezdem, hogy igen, ami az én utam, hogyha gyűlölöm magam, igen, akkor ezzel kezdem, hogy fú, nem szeretem magam. Hú, de nagyon rosszabbnak gondolom magam, mint a többi. Ilyennek, olyannak, hiányosnak, csúnyának. Na, ezt meg tudom élni. És akkor van egy ilyen, hogy van ennek egy ilyen jellege, hogy ha van egy vad, meg vagy te, hogyha menekülsz a vad elől, akkor rohanni fog utánad, és elkap és megesz. Hogyha odamész és lelövöd, akkor is vaddá válsz, mert lelőtted. És akkor van valahol az a köztes, hogy szembenézek a vaddal, és akkor általában kiderül, hogy ó, hát ez nem is egy akkora yeti, mint ahogy gondoltam. És akkor egyszer csak megszületik természetesen egy ilyen önbecsülés, hogy már nem bántod magad, hogy el tudod fogadni azt, hogy nem mindig sikerül úgy minden, ahogy szeretted volna, hogy nem vagy tökéletes, elfogadod, hogy ma nyűgösebb vagyok, ma nem megy, lehet, hogy csak 20%-ot tudok teljesíteni abból, amiből egyébként 100-at szoktam. És akkor lesz egy olyan fény a szemedben egy idő után, ami amúgy tök vonzó. Ez nagyon érdekes, hogy most erről még eszembe jutott, hogyha megengedett, hogy annyian küszködnek azzal, hogy tudják magukat vonzóvá tenni. Például, hogy mások emberek szeressen engem, meg elfogadjanak, meg... És valójában, ha megnézed kívülről, az ilyen ember sokszor egy ilyen piócát látsz, aki egy ilyen önző pióca, aki bár másokra próbál ráakaszkodni, és egyébként mindenki elhesegeti, mert érzik rajta, hogy nem őszinte. És akkor ez a szeretetkoldulás nem megy. De hogyha te szereted magad, és tisztában vagy magaddal, akkor van egy ilyen nyugodt fény a szemedben, és az emberek természetszerűen oda fognak jönni, mert akinek van, annak adatik. Ez is egy olyan igazságtalannak tűnő alapdarma a világban, de tényleg így működik, amit Jézus Krisztus mondott, hogy akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. És ezért nagyon nehéz ez, amit mondasz, hogy az önszeretet hiánya, mert ez elindít ezen a negatív spirálon, hogy kevesed van, kevés dolgod van, és még azt is elveszíted, mert mész lefele. Akkor valahol egyszer el kell érni ezt a pontot. Hogy na nem. Hát na nem. És akkor ki lehet jönni belőle. Hosszú-hosszú út. Sajnos általában tartozik ehhez valamiféle ilyen külső megrázkódtatás is, hogy anélkül lusták vagyunk sokszor változni. Az a baj. De megéri ezt az utat járni. Én kifejezetten azt tudom mondani, hogy az a legjobb válasz mindenféle nehézségre, hogy túlfejlődöd. És akkor természetszerűleg meg tud jelenni az, hogy magaddal is jó vagy. Úgyhogy bánj jól magaddal, és tartsd jól magad. Néha egy apró kis kényeztetés, magadnak is adsz valamit, nem csak másoknak, ez nagyon fontos. Igen, nekem azért nehéz, mert segítő szakmában dolgozom. Gondoltam. És ezt szoktam meg, hogy én folyton adok. Aha. És amiért én most ezt azent elkezdtem gyakorolni, ez azért van, mert ez már kibillent az egyensúlyból. Uh-huh. És
nem igazán tudtam, hogy hogyan tudnám önmagam forrásait tölteni. És ez hogy elkezdtem gyakorolni, így folyamatosan pótolja vissza azt az energiát, amit én adok, és talán azt a fényt is. Most már tényleg érzem, hogy most már újra sugárzok, hogy elevenebb vagyok a testemben. És ez számomra ez egy felfoghatatlan érzés. Úgyhogy már így is tényleg én augusztustól gyakorlok, és nagyon sokat átlényegültem már. Tehát, hogy a gyakorlás során, hogy tényleg komolyan veszem, és hogy tényleg segíteni szeretnék most már magamon. Most már eljutottam ide, hogy ezt meg kell tennem magamért. Hogy egy értékesebb életet éljek önmagam számára is. Még egy kérdésem lenne. Igen. És igerileg sokszor érzem azt, hogy élhetnék egy értékesebb életet, de valahogy elutasítom a sikert, illetve olyan, mint hogyha egy kicsit rejtőzködnék. Hogy nehogy kiderüljön, hogy én egy picit így esetleg többet tudnék adni, vagy mutatni magamból. Ez nekem nem megy. De félsz megmutatni a teljes valódat? Igen. Igen. Ez nekem számomra nehéz. Nem vagyok egy ilyen kívülős, színpadra felmenős. Nehéz, és ahhoz, hogy most majd az életemen tudjak változtatni, ahhoz viszont ezt a részemet kellene fejlesztenem, mert vállalkozóvá szeretnék válni. Tehát meg kell találnom ezt az utat is. És én már nem szeretnék intézményesített körülmények között dolgozni, mert úgy érzem, hogy többet érdemlek. És más körülmények között többet tudnék még adni, viszont önmagamnak is. Tehát sokkal több lehetőségem lenne, hogy ezt hogyan lehetne ezen javítani, vagy hogy mi az út, ahogy ezt így meg tudnám valósítani a magam számára. Hát én egyrészt úgy látom, hogy azért elindultál ezen az úton, mert nagyon határozottan kérdezel. És mersz megnyilvánulni. Úgyhogy azt látom, hogy ezen már te dolgoztál. Nem mindenki meri ezt megtenni. Egyébként pedig az, hogyha jó helyre jöttél, az a válaszom. Tehát, hogy ha tetszik a zen gyakorlat, akkor ezt mindenképpen érdemes az életed részévé tenni. Tényleg őszintén azt látom, hogy pláne segítő szakmában, amikor emberekkel dolgozol, én nem is tudom, hogy csinálja az, akinek nincsen valamiféle ilyen spiritualitás, vagy bármilyen hagyomány mögötte, amit gyakorol. Ismerek olyan segítőket, akik például nagyon jó katolikusok, és nagyon őszintén megérik a vallásosságukat, és nagyon jó segítők, mert onnan kapnak pluszt, onnan kapnak olyat, ami nem csak a személyiségből ered. Ezt a pontot érdemes keresni, tehát egyszerűen, hogy ne csak te legyél ott. És minél inkább az önző részeket, a nagyon beszűkült, énes részeket meghaladni, és minél tágasabbá válni belül. Mert akkor tudod befogadni, ha belül vagy tágas, a többi embernek is akár a problémáját, és a magadét is. Tehát, hogy nem egy egyensúlytalanság van, hogy csak ők, én nem, vagy én nem mutatom meg magam, és akkor nem tudom, mi történik a többiekkel, hanem egy kiegyenlítődés következik be. És akkor tudsz igazán jó segítő lenni. Mert amíg úgy vagy ott, hogy én nekem egy elképzelésem van rólad, hogy neked hogy kell segíteni, és akkor is átviszlek az úton, hogyha nem szeretnéd, ez is lehet egy hiba. Vagy az is lehet egy hiba, hogy én csak nektek adok, és magamról megfeledkezek, mert akkor lehet, hogy adok 10 évig, csak utána meghalok, és akkor utána mi van, akkor nem tudok segíteni tovább. És pont tényleg ez jött, ez az érzés, hogy már nem voltam hiteles önmagamnak. Tehát, hogy itt van meghasonulás. Tehát, hogy így, fú, ki vagyok én most, én akkor most mit csinálok itt? Tehát, hogy itt, ez így nem jó. Igen, viszont ennek a meghasonulásnak a másik oldalán a nagy változás van.
Tehát ezek a nagy meghasonulások, ezeket nem szeretjük, és tényleg kellemetlenek is, mert szenvedünk tőle. Mert a biztonságunk, amit addig gondoltunk, az fölbomlik. És ahogy gondoltam, hogy így megy eddig az életem, rájövök, hogy hű, valami más van, mint ahogy a Saulként is Pál, még nem változott Pállá, lefordult a lóról, és akkor ott a pálfordulás bekövetkezett. Tehát ez egy szenvedésteli állapot, de valamikor ilyen történik. És akkor van az, hogy úgy a szemléletmódod nem intellektuálisan, de szintet vált. És most itt nagyon óvatos vagyok ezekkel a szavakkal, jobb hiány használom, mert nem megyünk valójával sehova, hanem egyre hitelesebbé válunk, egyre inkább hullanak le a sallangok, és merünk egyre őszintébbek lenni, és tényleg hitelesebbek. Tehát, hogy nem valaki másnak az elképzelését teljesítem, vagy nem az én elképzelésemet, hanem amit tényleg szeretnék, hogy kapcsolatban vagy-e tényleg azzal, aki te vagy, az igazi önvalóddal kapcsolatban vagy-e, vagy csak valami elképzeléssel. Úgyhogy ez nagyon sok szenvedéssel jár, de hogyha megengeded magadnak, hogy átmenj ezen, akkor utána nagyon sok gyümölcs van ott a végén, és egy olyan segítő, aki tényleg tud segíteni, és azt fogják mondani, hogy hú, ez most valamit segített nekem. Akár úgy, hogy nem is gondolod el intellektuálisan. Úgyhogy ebben viszont nagy támogatás tud lenni a levorulás, a mantrák éneklése, a meditáció, és ez folyamatosan végezve, hogy legyen mindig az a idő a napba, amikor a telefont betugod a konnektorba és töltöd. Ugyanúgy kell magunkat is tölteni, mert az elme munkája, a folyamatos pörgés az kiviszi az energiát, és ez mindenkivel úgy van, gyakorlókkal is, csak tudni kell visszatölteni. Hálásan köszönöm. Nagyon szívesen. Szia. Egy karmával kapcsolatos kérdésem lenne, hogy milyen karma van annak a hátterében, ha egy mondjuk viszonylag fiatal és egészséges ember hirtelen meghal? Hát ez egy olyan karma, hogy egy fiatal és egészséges ember meghal. Tehát ezekre sok elmélet létezik, hogy mi lehet. Valójában nem tudja senki. A buddhista tanítás eredetileg ugye a karmát az egyszerűen úgy használja, hogy a cselekvés gyökből, a kr gyökből származik szanszkritül. Az eredeti elképzelés szerint a karma az a cselekedet és annak a következménye, vagy az ok és okozat kapcsolata. És a Buddha elképzelése vagy tanítása szerint egy ilyen fajék egyszerű dolog van megfogalmazva, hogy hát minden feltételekből és okokból származik, semmi nincs ok nélkül, úgymond véletlenül, csak legfeljebb nem látjuk, hogy mik az okok. És ilyen esetben, amikor valami történik, ez egy nagyon extrém példa, amit mondtál, de hát mindannyiunkkal történik egy csomó minden, amiért látszólag nem tettünk semmit, és akkor ezt nagyon könnyű ilyen erkölcsi téren értelmezni, hogy akkor most mi erkölcsös, mi nem, mi miért büntetés, vagy miért nem. Nekem az a tapasztalatom, hogy hosszú távon kevésbé hasznos ez a fajta gondolkodásmód, mert a világ jóval bonyolultabb, mint ahogy azt mi elképzeljük, hogy szoktam hallgatni embereket, hogy amikor mindenki, ez a közbeszéd, hogy jaj, a karmám ilyen, vagy hú, most instant karma, megbüntette a karma, vagy hú, mit akar tanítani az univerzum nekem, és mindenki úgy beszél, mintha ő lenne az univerzum közepe, és az univerzum őt személyesen szeretné tanítani, vagy a karma büntetni. Olyan hatalmas az univerzum, és annyira komplex, hogy föl se tudjuk fogni. Tehát annyit tudunk, hogy igen, mindennek van oka, és mindennek 100 millióféle oka van. Tehát én azt mondanám, hogy most fizikusi hasonlatot mondanék, hogy akkor a
az ember az nem egy newtoni mechanika szerint működő rendszer, hogy akkor jó tudom, hogy megnyomom milyen erővel ezt, és akkor van egy gyorsulása az adott tömeg mellett, hanem inkább kvantumfizikai. Tehát, hogy olyan komplex, hogy azt se tudjuk, hogy mi van. Viszont ennek a pillanatnak a látása és a tisztasága az mindig ott van, hogy most mit tudok tenni. Mert ebben a pillanatban összpontosul minden ok és okozat, az is, ami idehozott, és ebben a pillanatban van mindaz, ami a jövőmet kialakítja. Tehát ezzel tudunk dolgozni, hogy most mi magunkban mit tudunk úgy változtatni, hogy ne olyan ok legyen benne, aminek az okozata az, hogy korán meghalok, vagy betegen fetrengek 15 éven keresztül. És még így is nem tudjuk, hogy mi történik. Tehát, hogy ez sajnos az életnek a része, hogy kiszámíthatatlan és megszokhatatlan. És az energiát inkább a gyakorlatba érdemes tenni, meg abba, hogyha ha látunk más embereket, akiknek mondjuk rosszabb a helyzete, mint nekünk, akkor hogyan tudunk segíteni nekik, anélkül, hogy mondjuk olyanok lennénk, hogy mint azért Indiában van ilyen, hogy akkor azt mondják rá, hogy hát neki olyan a karmája, hát akkor fetrengjen a mocsokba. Mert én brahmana vagyok, nekem jó, ő meg sudra, és akkor ott dögöljön meg. Tehát, hogy lássuk az egészben a dolgokat. Egyébként meg ugye olyan, hogy a véletlenről még annyit, hogyha megnézzük, hogy mondjuk földobunk egy érmét, hogy azt mondjuk, hogy véletlen, hogy most fej vagy írás lesz belőle. De valójában nem véletlen, csak annyira komplex lenne kiszámolni, hogyha földobom az érmét, hogy ott milyen erők, meg nem tudom mi hat, hogy nem tudom megmondani, hogy fej vagy írás. De valójában annak is megvan a nagyon egyértelmű okozatisága, csak nem tudjuk kiszámolni, amikor földobjuk az érmét. Ugyanígy egy embernek is az élete rendkívüli komplexitás eredménye. Tehát, hogy most valaki, aki meghal fiatalon, miért hal meg úgy? Hát valószínűleg nagyon sok komplex hatásnak az összessége ez. És ez úgy ennyi. Tehát, hogy ez a valósághoz hozzátartozik, hogy ez így van. És ilyen szempontból ez egy felkiáltó jel is, hogy magunk számára, hogy nem tudjuk, hogy mennyi időnk van. Most általában úgy vagyunk, hogy ó, hát van még időnk. Nem tudjuk. Lehet, hogy ránk esik a féltégla, ahogy megyünk ki. És akkor annyi. Megnézünk zenmestereket is, ott is nagyon sokféle van. Tehát, hogy még komoly gyakorlóknál is. Van, aki sokáig él, de valaki nem él sokáig. Volt itt a Szungszen zenmesternek is egy olyan tanítványa, Szubong zenmester, aki tényleg egy ilyen koreai-amerikai családból származó ember volt, és állítólag, akik ismerték, azt mondták, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon komoly tanító volt, és komoly gyakorló, és ráadásul ő volt egy idő után a kiszemelt utód, Szungszán zenmester után. Fiatalon zenmester lett, viszonylag ilyen 40-es évek végén, éveinek végén, és 50, azt hiszem 51-2 éves volt, amikor egy koan interjún szívrohamot kapott, és meghalt egy elvonuláson. És tényleg ő aztán annyi szóló elvonulást megcsinált, meg annyira alázatos volt, meg annyira profi, meg minden. És utána úgy kellett folytatódjon az iskola, hogy ez a nagy, komoly erő, ez eltűnt. És aztán folytatták az iskolát nélküle. De hogy ezt csak azért mondtam el, hogy nem tudjuk, még ilyen komoly gyakorlói karmánál is lehet olyan, hogy most éppen mások a feltételek, és más nyilvánul meg. Érdemes egyébként erre az egészre úgy gondolni, erre az egységre, mint a fának a levelei. Hogy az egész fa az élet, és mindenki rajta egy-egy levél. És
az egész a fontos, és a levelek azok hullanak, meg újra kinőnek, ha jön a fagy, akkor lehet, hogy lehullanak a levelek, de jönnek új levelek, ugyanígy működik ez a teljes valóság is, amiben vagyunk, hogy mi persze úgy éljük meg, hogy így lekorlátozottan vagyunk ebbe a kis egoitásba, de valójában ez egy nagyon tágas rendszer, ahol a kis levelek föltűnnek, rügyből, aztán egyre nagyobb levél lesz, aztán lehullik, aztán jön helyette újabb levél, meg újabb levél, és mindig kicsit másak lesznek a körülményeknek megfelelően. De valójában a fa, meg az élet, ami benne bugyog, az sose szűnik meg, hanem a levelek jönnek és mennek. És valójában ez a válasza az ilyen zen jellegű hagyományoknak erre, hogy minél inkább belelátni abba, hogy az élet és halál egy természetes változás, aminek mi adunk ilyen nagy súlyt, mert nem szeretjük a változást. De valójában a természet a változásra épül. Minden folyamatosan változik. Most megpróbáltam egy picit ilyen tágra nyitni ezt a vásznat, mert nem lehet elég tágra nyitni, hogy be tudjuk fogadni azokat, amikor olyan történik, amit nem tudunk megmagyarázni, mert a normál logikánk szerint nem így kellett volna, hogy történjen. Azt tudjuk tenni, hogy gyakorlunk minden pillanatban, és ezt felajánljuk minden lény javára is. Köszönöm. Nagyon szívesen. Úgyhogy akkor nagyon szépen köszönöm mindenkinek a kérdéseket, nagyon jó kérdéseket tettetek föl, igazi jó gyakorlói csapat. És azt kívánom nektek, hogy ne csak ilyen ünnepi eseményeken, mint egy oltáravató, hanem az úgynevezett szürke szerdőestéken is gyertek ide és gyakoroljatok, mert nincs baj ezekkel a csúcs élményekkel, sőt kell is, kellett közösségnek, és nagyon örülök, hogy itt vagyunk és eljöhettünk, és jövünk máskor is, hogyha nem utáltatok meg minket. És viszont amikor ott van ez a mindennap, az is a gyakorlat. Sőt, ott lehet igazán meglátni azt, hogy mi az, amikor nincsen babszórás, hanem csak ülünk. Ott lehet igazán mélyre menni, és megérni belül, mint egy szép gyümölcs, amiből aztán mindenki finoman tud falatozni. Úgyhogy azt kívánom nektek, hogy gyakoroljatok minden nap, minden héten, és ezzel segítsetek magatoknak önszeretetben, önbecsülésben, és segítsetek másoknak is azzal a jelenléttel, amit kidolgoztok magatokban. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet!